Meg lehet építeni a... Ne! Menj innen! Menj innen! Ah! 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 Üdvözlök mindenkit, én Névtelen vagyok, és ez itt a Jaj, vagyis a játék a játékban legújabb része, aminek az első részét egy kicsit eltoltam, túlmagyaráztam, inkább játsszuk, és majd úgyis meglátjátok, de annyi a lényeg, hogy ahogy eddig is, a szórakoztatás és a jobbnál jobb játékok bemutatása, ajánlása a célom a csatornával. Szóval ezzel gondoltam egy kicsit a sima gameplay videóimat feldobni, hogy van egy játékoktól független játék is a videókban, illetve vannak varázslatok is, amik az én továbbításomat segítik az általam kitűzött kihívásokban, amiket általában a játékhoz specifikusan előkészítek előre. Ezek a küldetések lesznek, amiket ha nem a játékkal kapcsolatos, akkor csináljátok ti is velem. És hogyha valamit túl bonyolultnak gondolunk, nem elég szórakoztató, akkor majd együtt tovább fejlesztjük, hogyha nyugodtan jöhetnek a javaslatok, de bármi erről majd egy kicsit később, de beszéljünk egy nagyon kicsit a tengerről, az óceánokról és azok titkairól. Most én tudok úszni, szóval ha bedobnak valahova, akkor alapvetően fizikailag képes vagyok rá, hogy kiussak. Inkább fejben van egy kis gond azzal, hogy jaj, ne úristen, megfulladok, és saját magamat gátolom abban, hogy normálisan kiussak. És lehet, hogy ezért is vonzanak tökre az ilyen víz alatt játszódó játékok, kalózos játékok, mert hogy annyira végül is távol helyezem magam az ilyen vizes témától, hogy pont azért vonz, mint hogyha idegen lenne számomra. Plusz szerintem amúgy is rohadt érdekes az, hogy földön kívüli élőlényeket keresünk más bolygókon, meg csodára várunk, miközben olyan élőlények vannak már a most ismertek között is a tenger alatt, tényleg ami megújítja magát és örök életű, meg fényt csinál ott, ahol igazából elvileg sosem látta a fényt. Nagyon durva élőlények vannak, és nagyon sokat nem tudunk még, és ezért az egyik kedvencem talán valószínűleg ez is rátesz. A Subnautica is, meg a Bioshock is, mert a Bioshock is ezt a koncepciót is veti fel, hogy nem tudjuk, mi van odalent, és bármi jóságot lehet ott találni, vagy egy rosszságot. Azt álltam ki, hogy most legyen egy Subnautica hardcore rész, amiben ugye, ha meghalok, akkor meghalok. Elfogy a piám, elfogy a levegő, megfulladok, stb. Akkor teljesen elvesztem a játékot, mert egyébként a játékban ilyenkor újraélednék, és néhány nyersanyagot veszítenék el, viszont így teljesen bukom az egészet. Gyorsan lássuk meg, mik a küldetéseink erre a részre. Az első, hogy hát alapból elég nehéz a játék hardcore módban, úgyhogy legalább ne halljak meg az első videóban, ez konkrétan már egy küldetés. És ugye felírtam ilyen negatív hatásokat, amik rám lesznek hatással a játékon kívül, miközben én a videót csinálom, és azok közül egy véletlenszerű rám kerül, hogyha nem sikerül, viszont megkapom a vízálló páncélt, hogyha sikerül, és a vízálló páncél jó, majd ad egy kis ármort is, de hogy az összes ilyen vízivós küldetésemet, amit minden videóba szeretnék berakni, mert a kelleténél sokkal kevesebb vizet iszom, azokban egy kicsit enyhít a büntetésemen, majd kitaláljuk, hogy hogyan. Illetve 150 aranyat is kapok. A második, hogy ugye nagyon fontos a hidratálás, amikor a játékban innom kell a karakterre, vagyis hát amikor iszok a karakterre a játékban, akkor nekem is innom kell a való életben. Semmit nem kapok, hogyha sikerül, ezt alapból illik teljesíteni, viszont következő videóban csak egy kézzel játszhatok, és ez az, amit így érdekesnek gondoltam, és én még mindig hiszek ebben a koncepcióban, hogy a játékoktól függetlenül kapok ilyen bónuszokat, meg hatásokat, és egymásra hatásolnak. Tehát a következő videó az lehet, hogy tök más lesz, de én meg ott fogok egy kézzel játszani, de lehet, hogy az is Subnautica lesz. És a tudás 6 darab alma, minden szkeneljek be, amit csak lehet, mert igenis szükségem lesz rá a túléléshez. Hogyha nem sikerül, akkor csökken egyet a wisdomom. Itt láthatók ezek az értékeim. Nem kell ismernetek se a D&D-t, biztos játszhatok már RPG-vel, de majd elmondom, hogy mi mihez való. Igazából közelharci fegyver többet sebzek a strength miatt, távolságéval a dexterity miatt, constitution meg a HP-mat növeli. Az intelligence mondjuk csökkenti a töltési időt a spelleken, a wisdom karizmát meg majd még mindig egyelőre csak kitaláljuk. Ebben a patchben ugye az az újítás még, hogy egyrészt látszik mögöttem a száradó ruha, másrészt a vendornál most már kiírtam az árakat az egyes tárgyakhoz, és egész konkrétan 850 aranyom van, majd a részvégén meglátjuk, hogy mit tudok venni, hát ha kapok még aranyat pluszban. Na de, vágjunk is bele, ennyit akartam beszélgetni, menjen a játék, menjen a hardcore. Egyébként 7 életem van, azt a powerbart alulra eltüntettem az előző részhez képest, mert szerintem zavaró. Szóval a hardcore-ban, ha meghalok, konkrétan a mentésemet is törli. Hát ha meghalok, akkor meghalok, szóval életet akkor veszitek majd, hogyha
Iszonyat közel kerülök a fulladáshoz, mert majd remélem nem, de ha béna vagyok, akkor meglátjátok. Hogyha elfogy az oxigénem, akkor csak így elkezd nagyon lassan sötétedni a képernyő, de ha még pont kiérek, akkor minden oké. Okay. Ha egy ilyen szitóba elérek, akkor veszitek egy életet. És a végén lesz egy harc, egy valamilyen lényel, ami kockadobálós lesz, majd meglátjátok. És ugyanezt az életet használom, mint amit a játék közben. Mert hogy valamivel megpróbálom letakarni az ablakot, mert ez rohadt tritálló lehet, hogy nem világít. Hát egy ilyen részmegoldást el tudtam érni, úgyhogy majd próbálom itt tartani a fejem. Mivel már toltunk ebből egy végigjátszást, azért nem fogom annyira erőltetni, hogy itt mindent bemutatok kivétel nélkül. De most az a lényeg, hogy minél tovább bírom hardcore-ba. Én bízom benne, hogy még akár végig is tudom vinni, megfelelő felkészülettel, oda kell figyelni. Pif! Optimálisnak tekinthető, hogy agyrászkódást szenvedtem. Erre nem fogok minden alkalommal, ha ezért veszek, jó? De inni igen. Egészségetekre. Na menjünk ki! Ugorjunk egy fejest! Szevasz! Rája! Robert! Annyira feelinges, hogy mindig ez a játék. Gyönyörű. És amúgy le van véve szerintem, hát médiumra minimum le van véve a játék, de lehet, hogy lowra is. Annyira hangulatos, tényleg nem lehet elmondani. Na, hát gyűjtsünk egy kis nyersanyagot, hogy legyenek eszközeink. Ezt nem bírom elviselni, hogy ilyen szomorúan néz. Robbanó anyád! De utállak. Amúgy alapvetően úgy nem nehezebb, tehát hogy nem sebeznek többet a izék, vagy ilyesmi. Eddig egy darab mészkő kinövés nem sikerült találnom. Réz. Nagyon jó. Kappa! MC Kappa! Szerintem szkennelt, azt már is tudok csinálni, úgyhogy ezt meg is teszem. Már most tudok egy-egyen jobb oxigéntartát, jó? Ja, mert a 45 az a saját oxigénem, nem is volt még oxigéntartát. K. Iszok vizet, X. Szét szkennelek mindent, gyere ide! Gyere ide, kukucskáló gyerek! Kukucskáló Kálmán! Savgombát is. Persze, mert később, ha valamit ezen meg akarok tudni, hogy most hogy kéne azt építeni, vagy hova kéne menni, akkor el lehet ezeknek az adatbankját olvasni, és akkor abból konkrétan rátok jönni legalább dolgokra. Hólyaghal Helgát is. Vagy hopp. Siklóbogár Sándort is. Szevasz Sanyikám, de szép macska vagy. Nem káromkodunk. Na jó, meg fog fulladni, úgyhogy megyek fel inkább. Jó, whatever, menjünk szőlőért. Csináljunk bort! Szőlőcske, merre vagy? Elvileg már itt látom, kéne nagyon közel van a kabinhoz. Csak nem tudom melyik irányba, sose tudom melyik irányba. Egyébként random generált a világ nagyjából, tehát azok fixek, hogy keletre van Aurora, nyugatra, nem tudom milyen rész, északra. Bukkadj meg! Nem akarok az Aurora felé menni egyáltalán, mert ott nem, nincsen kedves lények túlzottan. Ha kérdeznétek, ki az az Aurora, ő az. No! Cserkész Csaba! Széjjel szkenneljük ezt. Elemes sikló. Én csak szőlőért jöttem, ne tessék bántani. Bumeránkhal. Scan. Gyere ide. Bumeránkhal Béla. Ezt is beszkenneljük, meg a magját is mindjárt. Vagyis a termését, bocsánat. Mint a hardcore mód, esküszöm, másban is hasznos lehet. Tehát meg kell tanulni, van egy dolog, amire mindig folyamatosan figyelni kell. Ez egyébként a minimapra is igaz a LOL-ban, úgyhogy azt is megtanulhatjátok. Kértek egy kis fényt? Pif! Utálom az estét. Legalább ilyenkor Minecraftban, akkor lehet a földelem menni, és akkor ott bányázgatni, de ragadozók figyelmét elvonja, jó, ezt rakok. Ez jól jöhet, ezt nem is használtam soha, de hát a hardcore-ba kelleni fog. Uszonyok, tényleg ezt is. Hopp, és tudok egy jobb izét. Üveg és titán. Nem, esküszöm, itt semmit nem látok. Megvan, mit csinálok? Hát megvan, mit csinálok, hogy lesz rész meg ez üst. Jó, csak megvárom a világost. Köszönöm. Full nyomasztó az a soundtrack, de amúgy imádom a zenéjét is. Annyira hozzáad a feelinghez. Olyan lények várnak, akinek a morgásától továbbra is kiráz a hideg, de szerencsére még mindig teljesen ártalmatlan. Nem ezek, nem Fingó Ferencék, ők tudnak bántani, nézd idejövő. Hogy nézel ki, Ferikém? És itt felszedtél, nem így az ünnepek alatt. Kevésbé kell tőle félni, mint a víztől, de nagyon para a morgása. Ott van Zátonyhát Zalán. Szépen annak kilútoljuk a hátát. Nyugi, 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 nem bántalak, ne aggódj. Sőt, be is szkennel le. Jó, hát jó nagy, úgyhogy sok idő. Ez ilyen fat joke-ot lehet lőni, nem? Innentől, hogy olyan kövér vagy, hogy fél órába tart beszkennelni a Subnautica-ban, nem? Jó, megyünk levegőért, még szerencsé, hogy ilyen magasan úszik. Mi van? Ja. Te beszartam, azé, nyomoronc, vagy nyilakat lövő növény. Gondolom az megsebzett, hogy fulladna bele a vízbe.
Jó, vágom, hogy ezt nem fog megtartani. Rosló, aha, ott lövöldözik. Próbálom ezért dodzsolni. Sőt, be is szkennelem. Hopp! Ne! Ne! Oké. Ne! Te! Hányan vagytok? Jó, vágom, hogy véditek Zalán, de hát én nem bántom. Csak kilútolom a hátát. Ó, a spanodat is kilútolom. Legjobb haverom. Ú, összenőtközzetek! Zoltán, vigyázz! Mit csinálsz? Úristen! Robban el! Nem történik semmi. Most konkrétan vízbe ki tudok menni, hogy rámegyek a hátára? Ja. Hello. A virisd a fémet, tesóm. Itt. Ah. Na jó, elégedjünk meg azzal, amink van. Az a boldogság kulcsa. Csináljunk siklót, meg oxigéntartást. Ja, meg ugye meg kéne javítani a rádiót, hogy kaphassunk üzeneteket. Egészségetekre. Sőt, amúgy a gravicsablet berakom az ötösre, kíváncsi vagyok, mit tud. Ó! Bazd meg, hát én ezt miért nem használtam eddig? Hát így easy, tök könnyen van kajám, érted? Ide vonza a kis lényeket, és baszki! Hát ez nagyon jó. És ingyen kaja. Na várjál is ilyen töredékeket, és megvan, mit csinálok? Ezt figyeljétek, 100 000 kuplé. Ezt is oda szívja? Csabát. Aha! Meg a tárgyakat is, a mészkövet is. Á, pedig ezért azt akartam, hogy kirakom a gravicsapdát, mikor üldöz a robbanó hal. Épp akartam mondani, hogy már most elvesztettem, hogy merre vagyok, szóval megyek föl levegőért. Addig is cheers. Halak, cheers, tesó, cheers. Csirogget. Elfejtettem folytatni a felvételt, mert kis részletekbe akarom felvenni, de igazából nagy dolgok nem történtek. Megcsináltam a javítóeszközt és megjavítottam a kabint, és semmit nem játszottam még le. 9 óra múlva jön a felmentőség. Jó, király. Ajaj, lehet, hogy fel fog robbanni a hajó. Lehetséges. Ja, és persze együnk, meg ígyunk. Mennyi kukucskáló kálmán, meg bumeránk, ha a Béla. Gyere ide! Whatever, forever, hol az én ilyen ott? De basszus. Remélem ezért legalább vettem. Volt egy szitu, hogy a robbanó, szerintem az, abból, az is pont kimaradt a felvételből, basszus. Bementem egy ilyen barlangba, rám robbant 6 izé, meg egy cserkésző, és nem találtam ki. Úgyhogy a fulladás és a meghalás között... De jó, hogy azt pont nem vettem. De amúgy nem, a fulladásig nem jutottam a hál' Istennek, de... Csak paráztam, már ilyen 90 oxigénnél elkezdtem kifelé menni, csak robbant rám minden. Egészségetekre. Belelakom a halacskákat. Gravi csapda, tedd a dolgod! Téged választalak. Kidobom a fém hulladékot. Ne! Oké. Mondjuk ez így jó, mert... Mi volt ez a hang? Mi ez a hang? Túl közel volt. Ez mi? Valaminek a foga. Ja, a cserkésző foga. Nem tudom, azt is izé felhasználni, de szerintem igen, én úgy emlékszem. Ki húzza a fogait, ez egy cserkésző csabáéknak? Fogorvos csapda, jó. Kajak kitépi a fogát, hát beszarok. Hát, amúgy fosok, hogy túl közel jöttem az aurórához. Jó, azért nem, bőven nem. Ja, pont, hogy elfelé jöttem tőle. Akkor pedig jó volt az irány, na mindegy. Legyen meg minden, ami a mély merüléshez, meg olyan szarsághoz kell. És még gyorsan egy auróra körutat csinálok. Aurórához oda megyek, még mielőtt ott. Mindjárt meghallgatom, ne stresszeljél, ne stresszeljél. Nem mondták, hogy ez is megtörténhet, hogy nem figyelmeztettek. És most majdnem összelapított minket a csikóhal a zuhanás közben, hogy az az egyik hajó, vagy egyik ilyen víz alatti sikló, és hogy most valami ragadozó kígyó környékén vannak egy barlangrendszer. Aha, és akkor most kaptunk egy jelet, na azt a kövi részben fogjuk megnézni a kabinokat. Menjünk Aurora közelébe, amíg még lehet. Nem a hátuljához, nem az elejéhez, oldalt a közelébe. Higgyetek nekem. Én szóltam. Nem tűnik annak, de a legerősebb lény úszkálott a játékban. Kivel ideális esetben soha nem akarsz találkozni a játékot során. De jó, pont sötétbe jövök Aurorához. Nem ismertem felé, mondom, és még mutatta is, hogy tudom ezt szkennelni, mondom, tök jó. Valami újdonság, és nagyon az utolsó pillanatban realizáltam, hogy ez a robbanóhal Robert lesz. Ettől is zseniális ez a játék, hogy igazából nincs nagy baj, nem feltétlenül jumpscare a cél, de a folyamatos terror, hogy így nem tudod mi van, hogy odamész, és így elvileg arrafelé vannak valamik, amikről elvileg tudod, hogy ott vannak, és elvileg ezt csinálja, de
De mi van, ha nem? Tehát azért valamilyen szinten élnek önálló életet. Köszönjük szépen. Figyelj, zátony hát! Kicsit ki van a vízből. Már most is sugárzás van? Kedvenc tevékenységem az úszás volt. Ugye azért csinálják már mást is. Változatosan dolgoztassam meg az izmaimat. Hát kösz. Very fucking nice. Hopp. Cápinger. Bioreaktor. Hol vagyunk még attól, hogy olyat építsek? Csikolhat! Gyerünk! Tök jó, már tudok csikolhat csinálni, csak épp az izét nem, amivel meg lehet építeni a... Ne! Menj innen! De kidodzsolom! Jukes! Ez az! Tudok még valamit szkennelni? Nem. Ha mondjuk a cápingert, azt tudom. Ne! Gyorsabban úszok hátrafelé, mint ahogy ő előre, az mi? Csak van még itt van. Baszki! Ne? Annyira dzsúkoltam itt a homokcápát, hogy majdnem. Még 3 oxigénem volt, azért nem morunk le HP-t. Ez mindenképp pozitívum. Nem is vagyunk olyan messze, lehet a következő részben már csinálok egy csikóhalat. Akkor is megcsinom a légvisszanyerőt, és a kövi részben akkor mélyebbre tudunk már kalandozni. Kritikus állapotba került az auról. 2 órán belül robbant, nagyon jó. Léci, ne hagyjatok itt. 3-as kabin. Oké, még egy mentőkabin. Ezeket begyűjtjük a kövi részre legalább. Már ez is para, hogy egyszerűen nem látod, hogy mi van. Csak minden sötétkék, most merre vagyok? Most eljöttem? Most mélyen vagyok? Most meghalok? Ott is egy mentőkabin amúgy. Csak ahhoz még nem kaptam rádióadást, attól még fel tudom fedezni? Nem mondja meg a játék, hogy ide nem jöhetsz. Ultra gyorsan sikló uszonyok. Jaj, de király! Még egy PDA, még egy jelentés. Szemetes! Epikus szkennelés történt. Levegő. Szóval kár, hogy a targoncot nem lehet szkenni, bár mondjuk ebben a játékban rohadtul haszontalan lenne, de nekem úgyis van rá vizsgám. Szóval még tudnám is használni. Itt vagyok a gombák. Gombafáknál meg a világító rája lényeknél. Hopp, az csikóhal, azt hiszem. Közben megnézem a küldetéseimet, hogy miket is kell nekem csinálni. Túlél, ja, szkenneltem. Viszont mindig ittam egyelőre, az jó. És éljem túl. Oké. Szőlő, merre vagy? Légvisszanyerő, done! Oké, és együnk! Ígyunk! Pont el is fogyott a rész végére a fél liter víz, amit ide készítettem. Nem is rossz! Oké. Légvisszanyerő megvan, 2 kabint fel tudunk majd fedezni, illetve 1-2 barlangrendszert, mert most már mélyebbre fogunk tudni menni, és szerintem ennek nincs annyira korlátja, hogy meddig tudunk menni, úgyhogy jöjjön a harc! Nem is mentettem eddig, durva lett volna lefagyva ilyesmi. Szóval harc robbanóhal Robert ellen, neki 5 HP-ja van és 9 az armorja, tehát a 9-et kell megdobnom a kockával, hogy eltaláljam, és 2-t sebzek rá, alapvetően 1-es sebzésem, de plusz 1-et ad ugye ez a pimasság pörője, hogyha jól emlékszem az a neve. Egyelőre sebzés nem dobálok, tehát nem viszem bele a D&D-t, hanem csak 20 oldalóval dobok, hogy eltaláljuk egymást vagy sem. Neki 12-t kell megdobni és csak 1-et sebez rám, szóval ez elég jónak ígérkezik. Amit fejleszteni szeretnék még majd ezen, hogy azt is kifogom, tehát hogy felsorolok mondjuk 6 állatot, akár a, vagy ellenfelet, bocsánat, és akkor az lehetne a játék specifikus, tehát hogy a játékból valami lény vagy ellenfél, és akkor azt is kidobjuk, hogy mi ellen harcolok, és azoknak is kitalálok valami sebzést meg armort, és az is változna, hogy milyen nehéz ellenfél ellen, most egyelőre ennyi van. Én dobok, 16-os, fókuszálj már hát, ez szerencsétlen, 16-tal eltalálom, úgyhogy lemegy egy HP-je. Bocsánat, 2. Most ő jön, 12-t kell dobnia. Ez egy 3-as. Igen, ez ugye a kamera nem annyira jó, most így 16-nak, majd 19-nek is tűnhet. Ezt is majd fejlesztem. 3-as dobot nem találta a szegényként. Én jövök. 15. 7-1 az állás, most ő dob. 17 azzal elég durván eltalál, úgyhogy azt akartam mondani, hogy én jövök. 1-es! Baszki! A D&D-ben van ilyen, hogyha 1-es dobsz, az a kimondottan nagyon-nagyon rossz, a 20-as meg nagyon-nagyon jó, tehát például a 20-asnál az majd akkor kritikál sebzés. Az 1-esnél meg mondjuk suhintottam, és annyira nem találtam, hogy a saját kezembe vágtam bele, lemegy 1 HP-n. Most ő jön, nem látszik, de 16-os eltalált, még 1 HP-n lemegy. Én jövök. 20-as! Kritikál! Dupla sebzés! 4-et rásebzek!
Azt viszont elfelejtettem, hogy már most megszektem a saját szabályomat, hogy amik itt az inventoryban rajtam vannak, ezeket valóságban is viselnem kell, különben nem adják meg a bónuszt. De most már mindegy, legyőztük robbanóhal Robertet, és küldetéseinkért így járhat minden jutalom, amennyiben persze sikerültek. Egyes küldetés. Vízálló páncélt megkapjuk, és mondjuk legyen az a hatása, hogy ha elbukom a vizes küldetést, tehát a vízivósat valamiért, akkor mondjuk ha 15 vagy annál nagyobbat dobok, akkor megúszom, és nincs negatív hatása. De ezt még egyelőre nem veszem feltétlenül föl, mert most egy armort ad ez a köpeny, szóval jól vagyok így, és kapok 150 aranyat, ami azt jelenti, hogy 1000 aranyam lett így már, csak ezeket fölírom. És sikerült elég vizet innom, minden alkalommal ittam, mikor a karakternek innia kellett, hogy 1050 arany, és beszkenneltem, amit csak tudtam, még a homokcápát is, ami egyébként megtámad, úgyhogy még 250 arany nyár, 1300-nál vagyunk, és szerintem én leszek annyira bátor, HP potink az most van egy pár, a kulcsot még mindig nem találtam ki, hogy akarom-e, így most nem láttok egyébként, de hallottok, úgyhogy szerintem én ezt a shieldet, ezt megvásárolom 1200-ért, és akkor majd szépen ide a bal kezünkbe berakjuk, ez az. És akkor fel is rakjuk, és a következő részben már egyel erősebbek leszünk. Szóval az inventoryba bekerült nekem a vízálló páncél, és a pajzs is, viszont 100 aranyom maradt. Oké, kommentben írjátok meg, hogy tetszik ez az új fajta ötlet, illetve a menüt még nem mutattam nektek. Itt van egy idézet, egy message of the day, ezúttal Zátony Zalántól, mégpedig az így... És itt van hűséges társunk, Jónás a ló. Na most, persze limitálva attól, hogy nekem milyen gifjeim vannak, állatokat majd válthatunk, és ezeket elnevezhetitek. Message of the day-re is javasolhattok dolgokat. Illetve, hogyha bármi szerintetek jelenleg nem szórakoztató, így ebben a játékban dologban, akkor nyugodtan jelezzétek, írjátok meg kommentben. Harcra javaslat, hogy legyenek a varázslatok, stb. Mire legyen jó a wisdom vagy a karizma. Én köszönöm a figyelmet, Névtelen voltam, sziasztok! Köszönöm, hogy végignéztek a videót. Ha tetszik, amit csinálok, és valamilyen szinten szeretnéd segíteni a munkámat, nagyon sokféleképpen megteheted. A like-dislike arány segít eldönteni, mi az, ami tetszik nektek, mi az, ami kevésbé. Ha egy kommentben konkrétan kifejted, hogy miért igen és miért nem, az még jobb. Ha megosztod egy haveroddal, akinek szerinted tetszene, szintén baromi nagy segítség. És hogyha érdekel további játékfejlesztéssel és tervezéssel, vagyis dizájnnal kapcsolatos tartalom, akkor iratkozz fel. Illetve sok esetben, ha valamilyen játékot elemeztünk, a Humble Bundle partnereként, illetve időnként a Green Man Gaming partnereként megjelölök egy linket lent a leírásban, és hogyha azon keresztül vásárolsz, támogatsz engem, a Humble Bundle esetében opcionálisan egy jótékonysági szervezetet is, és a fejlesztőket. Köszönöm, sziasztok!